Jön hozzánk a való világ mókamestere Olivier, akit persze mi is megtréfálunk majd, hiszen beszorítjuk egy picit a liftben, kíváncsiak vagyunk rá, hogy utána merre majd liftezni, és persze még egyéb mókák is várnak ránk. Ez milyen faszat? Nem tudom. Jó. Próbálj a kinyitást. Na ne bassza meg. Mit csináljunk ebben a szarsággal? Nyomjunk fészcsengőt, nem? Szerintem. Ez az? Jó napot kívánok, uram! Beragadtunk a második emelet környékén, hogyha esetleg tudnánk valamit csinálni, mert annyira nem jó itt bent. Az a helyzet, hogy van szerelők az épületben, de nem tudjuk elérni, hogy egy másik óra biztos lesz. Jó, van akkor. Jó. Dohányozni lehet, ugye? Nem, sajnos meg. WC-zni lehet? Meg lehet oldani biztosan. A bridge-et ugrott, illetve ott maga az interjú is. Ugrott. Ez a legjobb dolog, ami most történhet, amúgy nem a faszom támogatban a maszkálással. Olivier 80 nap villaélet után már nehezen bírja a bezártságot. Pár perc után neki lát szétszedni a liftet. Aztán hirtelen megjavult a technika, és folytathattuk utunkat tovább a többi olivéres csíny felé. Nagyon kedves férfi úrám közölte, hogy másfél óra múlva kiszednek majd a szerelők. Nagyon-nagyon szerettem, és vártam. Legalább egy, elmondom nektek, legalább lett volna egy másfél nyugodt órám, de nincs sajnos. Lépcsőn menjünk. Jó, menjünk, oké. Barok kávé. Nem volt jó a liftbe, haver. Nem fejezzük be a poéngyártást, hiszen itt fönt is van egy telefon, és itt lent is van egy telefon. Ez az alsó fog csörögni, viszont Olivier biztos a felsőt fogja fölvenni. Mindenért csörög. Igen, tessék. Halló. Igen, tessék. Nem tudtam elképzelni, hogy hol csörög a telefon. Fölvettem is ugyanúgy csörgött. Hát rájöttem azért hamar. De itt még nem volt vége. Készültem meg egy pár finom falattal. Például erős pistával töltött pogácsával. És a másik kedvencével, amivel rendszeresen megörvendeztette a lakótársait, egy kis tojásos szénsavas vízzel. Egészségedre, Oli! Legyen a szénsavas víz, amivel Olivér! Én nem gondolnám, hogy megígyom el! Nem tudom, hogy ismerőse ez a kis kellék. Így a villába. Tojás! Merre találom a mosdót? De lehet, hogy innék a csapból. Köszönöm, hogy azt hittem, hogy koktél, és majdnem beleugrottam. Én alapvetően mindig számítok a kiszúrásra. Pláne ezek után, hogy embereket vezettem meg országvilág előtt, úgyhogy nagyon nyitott szemmel járok. Abszolút nyitott szemmel járok. Tessék, de undorító. Tök jó. Másik kezedben megfogod a tojás koktélt. Én most egy ideig biztos, hogy meglepődni nem fogok tudni, de attól függetlenül a szénsavas tojás az egyik kedvenc italommá vált, és nagyon remélem, hogy minél hamarabb tudok nálatok még fogyasztani itt a szerkesztőségben szénsavas tojást.